A magyarországi személygépkocsik mindegy harmadának közel 1 millió járműnek fordul január 1-ével a biztosítási éve. Ez főként azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vásárolták járművüket. A törvény értelmében a biztosítóknak legalább 60 nappal korábban kell közzétenniük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak új díjszabásait. Ezt november 2-án reggelig 13-ból 12 biztosító tette meg. Az új tarifák alapján készített kalkulációk szerint az árakban biztosítónként eltérő emelkedés figyelhető meg, a biztosítás.hu 8-30% közötti drágulással számol. Most körülbelül az látszik, hogy a január 1-i váltoknak az indexdíja körülbelül ilyen 15-18%-kal emelkedik, ami mindig jóval kevesebb, mint akik 2017-ben évközben váltottak, mert ott egy 20-28%-os emelkedés tapasztalható. Díjkalkulációt végeznek ennél a nyíregyházi biztosítónál. Itt azt mondták, ők január 1-ével az évfordulós szerződések esetében a kármentes ügyfeleiknél nem emelnek a felelősségbiztosítási díjakon. Ugyanakkor azt is kiemelték, a biztosítási piacon tapasztalható áremelkedések mögött racionális indokok állnak. Az elmúlt évek gyakorlata alapján tapasztalhatjuk, mint biztosítók, hogy megnövekedtek nem csak a károk darabszáma, hanem azok nagysága, és az ezekkel járó személyisérüléses károknak az igénye is. Véletlen ez is, ezek is dönthette, vagy ezért is dönthettek úgy a biztosítók, hogy az elkövetkező időben, tehát 2018. január 1-től a közmédiából hallva, hogy átlagosan 15%-os díjemelés hajtanak végre a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál. A díjkorrekciókat követően a baleseti adók nélkül továbbra is kedvezően alakulhat a kötelező felelősségbiztosítás ára, évi 18 000 forintot fizethetnek a gépjármű tulajdonosok. A díjemelés hatását elsősorban azok tudják kompenzálni, akik kármentesen vezettek és magasabb bónuszosztályba tartoznak, elektronikus kommunikációt és díjfizetési módot, illetve éves díjfizetést választanak. A meglévő szerződések következő évi díjairól a biztosítóknak legkésőbb 50 nappal az évforduló előtt, vagyis évvégi évforduló esetén november 11-ig kell tájékoztatniuk ügyfeleiket. Ők ekkor láthatják, mennyit kell fizetniük majd. Akik biztosítót váltanának, december 1-én éjfélig juthatják el felmondásukat biztosítójukhoz. Az új szerződést pedig december 31-ig kell megkötni, különben január 1-én nem lesz érvényes kötelezője az autósnak.